Hogyan indult a 2021-es év? Erről kérdeztük Kovács Miklósnét, a Györffy István Katolikus Általános Iskola igazgatóját. Minden pedagógus kolléga itt van, a gyerekek közül is kevesen hiányoztak, mondta az iskolavezető, aki szólt arról, hogy január 22-ig van lehetősége a gyerekeknek javításra. Elkezdtük a 2021-es tanévet, hál' Istennek minden pedagógus kolléga itt van az iskolában, és a gyerekek közül is csak nagyon kevesen hiányoznak. Így ez tulajdonképpen az utolsó nekifutás már a fél év előtt, hiszen január 22-én véget ér az első fél év, és addig még a gyerekeknek van lehetőségük, hogy jegyeket gyűjtsenek és javítsanak, hiszen tudjuk azt, hogy a 2020-as évnek a második fele is hasonló nehézségekkel zajlott, mint ahogyan az a tavaszi időszakban volt. Online oktatásra ugyan nem került sor, de nagyon sokat hiányoztak, és nagyon sok gyermek hiányzott, nem csak gyermekek, hanem pedagógusok is, és ez megnehezítette a tananyagnak az átadását. Működött ugyan a Classroom, amit már a tavasz időszakban is bevezettünk, és itt megkapták a hiányzó gyerekek is a leckét, de azt nagyon jól tudjuk, hogy egy online érkezett tananyag az nem ér fel egy személyes oktatással. Ebben a helyzetben nehézkes volt a nyolcadikosoknak a középiskolák tájékoztatása is. Online pályaválasztási szülői értekezletet tartottak, és az iskolák online tájékoztatókat küldtek ki a diákoknak. Ebben az évben egy kicsit nehézkes volt a középiskoláknak a tájékoztatása is, hiszen minden online érkezett. Nagyon kevés volt az az iskola, ahol személyes jelenléttel tudtak tájékozódni a gyerekek az iskoláról. Mi is minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy a gyerekek jól tájékozottak legyenek a továbbtanulás terén. Online szülőértekezletet tartottunk, pályaválasztási szülőértekezletet tartottunk a szülőknek, ahol tájékoztattuk arról őket, hogy melyek azok az iskolatípusok, ahová 8. osztály után a gyerekek tovább tanulni mehetnek, illetve minden szülőt tájékoztattunk itt a környezetünkben lévő iskolákról, hiszen a középiskolák is nehéz helyzetben voltak, de ennek ellenére nagyon leleményesen, interaktív módon, online módon megküldték a tájékoztatóikat, amelyeket mi mindegyiket eljuttattuk a szülőkhöz is és a gyerekekhez is, és így mindenki tájékoztatást kaphatott a beiskolázással kapcsolatban. A leendő elsősöknél nehezebb a helyzet. Ősszel voltak az óvodákban, és azóta nem mehettek, így elindították Fecske hívogató címen egy online csoportot a szülőknek és a gyerekeknek. Fecske hívogató címmel hoztunk létre egy Facebook csoportot, és ide hívtuk, vártuk azokat a gyerekeket, szüleik segítségével természetesen, akik érdeklődnek a mi iskolánk iránt. És hál' Istennek olyan leleményes, tetrekész kollégáim vannak, akik a következő tanévben az első osztályosokat fogják majd tanítani, az osztályfőnökeik lesznek, hogy különböző ünnepi körökhöz feladat sorozatot állítottak össze, amelyet ide a Facebook csoportba feltöltöttünk, és a szülőknek a gyerekekkel együtt lehetősége volt arra, hogy ezekkel a feladatokkal foglalkozzanak. Hál' Istennek elég sok tanuló, vagy leendő első osztályos került be ebbe a csoportba, és nagy örömmel és szeretettel készítik el ezeket a feladatokat, és küldik is vissza. A kollégáim pedig minden egyes kis ovisnak, kis fecskének visszajelzést is küldenek. Nagyon szorgalmasak a gyerekek is a szüleikkel együtt, hiszen ők már ebben az internetes világban születtek és nőnek fel, és nagyon kis aranyos versikéket, bábokat, feladatokat küldenek vissza, ami számunkra is hát tulajdonképpen egy megkoronázása annak a feladatsornak, amit a kollégáim feltöltöttek, hiszen látva azt, hogy örömmel foglalkoznak ezzel otthon a gyerekek, és szüleik segítségével vissza is küldik ezt nekünk. A tervek szerint két elsős osztályt indítanak ősszel. Két osztályt mindenféleképpen szeretnénk elindítani, és az alsó tagozatos munkaközösségnek a feladata, ezeknek a feladatoknak az összeállítása. A két tanítónénin kívül még segítségükre van a munkaközösség vezető Pallagi Bernadett is.
A Györfis pályázatról is szólt az igazgatónő. Már kiírták a helytörténeti pályázatot és a Györfi Galéria rajz pályázatot. Utóbbi iskolai, az első városi szintű, ahol az egyik téma a karcagi kunkapuk, a másik a katolikusok 250 éve Karcagon. Iskolánk névadójáról mindenféleképpen szeretnénk megemlékezni. Ez február első hetében, első-második hetében lesz esedékes. Valóban kiírtuk a Györfi helytörténeti pályázatot, illetve a Györfi galériát. A Györfi galéria az eddig is iskolai szinten valósult meg. A helytörténeti pályázatot azt továbbra is városi szinten írtuk ki az általános iskolás korosztály számára. Két témában, én úgy gondolom, hogy két remek téma, amiben elmélyülhetnek a gyerekek. Az egyik a karcagi kunkapuk, a másik pedig a katolikusok Karcagon, hiszen 250 éve, hogy a katolikusok tulajdonképpen beérkeztek ide, vagy ide érkeztek Karcagra, és erről szeretnénk, vagy ennek szeretnénk emléket állítani. Engedményt annyiban tettünk, hogy online módon is be lehet nyújtani ezt a pályázatot, és hát természetesen majd az értékelése is olyan formában történik. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a Nagykunsági Népművészek Egyesületével, és onnan sok segítséget kaptunk. Gálné Ilike az, aki segít bennünket. Nagyon sok képet küldött, aztán az iskolának adományozott, az iskola könyvtárának adományozott két könyvet, a Eskovács Ilona karcagi kunkapuk című könyvét. Ezt is forgatják a gyerekek, illetve már tájékozottam közöttük, hogy többen a téli szünetben azzal töltötték az idejüket, hogy sétáltak a városban és keresték a kunkapukat, készítették a fényképeket róla. Ehhez nagyon nagy segítség volt Ilikének a képes összeállítása, amit a rendelkezésünkre bocsájtott, hiszen ezek között is böngésznek a gyerekek. Eredményhirdetés a Györfi napok keretében lesz.